Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, a Nézőpont Intézet elemzője, és változatlan itt van Fazekas Ágnes, a Brajer Press főmunkatársa. Ági, tiéd a pálya, most annyit kérdezhetsz, amit akarsz. Ó, nem akartam. 6 percig csendben maradok. Sok lesz, de hogyha már itt van Dani, akkor ugye két téma adja magát. Az egyik Solymár, amiből hát ha nála itt van az üveggömb, és tud jövendőt mondani. A neki másik különböző pedig, színű üveggömbjei vannak. Igen, a másik pedig hát, hétvége MSZP. Karácsony Gergely, aki nem az együtt, hanem a Párbeszéd elnöke, és adjunk neki egy képet, hogy könnyebb legyen. Jelöltje. Úgyhogy kezdjük Solymárral. Mi történt? Itt eddig van egy kép a Walt Disney-ből, tessék. Solymáron ugye, ahogy Puskás Imrét is megkérdeztük az előbb, elmondta. A Fidesz eddig is fideszes volt. Tehát most tulajdonképpen nem történt váltás. Lehet ebből valamire következtetni, ami Solymáron történt? Igen, most jó reggelt kívánok. Két dologra lehet fontos következtetés levonni ebből az időköziből. Az egyik az, hogy az ellenzéki pártok egyike sem meri vállalni a pártlogót, ha ő jelöltje mellett. Tehát most független jelölt mögé állt be az összes ellenzéki párt. Ez azt mutatja, hogy az ellenzéki pártok is tudatában vannak annak, hogy az ő személyes hitelességük azok nagyon alacsony szinten van, tehát egyik ellenzéki párt sem meri vállalni azt, hogy egy 5 hónappal az országos választások előtt egy időközi választáson saját jelöltet indítson, és oda rakja a saját pártlogóját. Ez az egyik üzenet, a másik pedig az, hogy... Ez nem szomorú? Ez így van, mert ugye állandóan azt mondják, hogy a helyiben legerősebb jelöltet kell támogatni. Dalos Attila 225 voksot kapott, míg Kárpáti Zsuzsanna, ez a nagyon kedves hölgy, az összes ellenzéki pártok nevébe 169-et. Tudod véletlenül, hogy ki az a Pálmai Ferenc, aki 2 szavazat kapott? A munkáspártnak a jelöltje. Na tessék, ugyanarra tippel mindent. De legalább elindulnak és fölvállalják. Igen, tehát ez nagyon komoly üzenet, hogy egyik ellenzéki párt sem vállalja azt, hogy ő indít. De nem jelöltet. A helyben esetleg legerősebb jelöltet indították, aki akár független, mert ugye győzni akarnak. Igen, csak hogy a parlamentben, majd hogy jönnek az országos választások, akkor a pártok fogják megmérettetni magukat, és pártoknak kell olyan személyeket jelölniük és állítaniuk, akik ezt követően az adott körzetben nyerni tudnak. Jelen pillanatban az látszik, láttuk már korábban is például Zuglóban, és ugyanez volt, hogy a Jobbik nem is indított jelöltet. Most is azt láttuk, hogy a Jobbik sem indított egyáltalán jelöltet, pedig országosan azt mondja magáról, hogy ő a legerősebb, a második legerősebb párt, a legerősebb ellenzéki párt. Amikor ezt utoljára mondta, akkor még nem voltak ez ellen a büntet, most a büntetivel vannak elfoglalva. És a másik üzenet pedig az, hogy nagyjából az erőviszonyok ugyanúgy állnak, mint 4 évvel ezelőtt, tehát 2014-hez képest jelentősen nem változtak a pártpreferenciák, a Fidesz-KDNP odalakja a logóját a jelölt mögé, és nagyjából ugyanolyan eredményt ér el, mint 4 évvel ezelőtt. Mi a véleményed arról, hogy a szocialisták, most már teljesen átmentünk tegezőbe, úgyhogy akkor most így maradunk, a szocialista párt elfogadná a Párbeszéd miniszterelnök jelöltjét, viszont a DK elnöke, listavezetője azt mondta, hogy köszöni nem kér abból, hisz szerinte, hogyha a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje nem tudja fölhozni a pártját 2%-nál magasabbra, akkor hogy kormányozna egyet? Elnézést, a 2%-ról annyit, hogy Gergő egy kiszivárgott hangfelvételen azt mondta, hogy nulláról egyre sikerült felhoznia. Na, hát azért az is valami. Karácsony Gergely kapcsán meg kell jegyezni, hogy lassan már nem lesz olyan balliberális párt, amelynek ne lett volna jelöltje, vagy ne lett volna politikusa. Tehát ez annyit jelent, hogy nagyon népszerű. Igen, akkor ő a legnépszerűbb ellenzéki politikus, nagyon komoly karrier futott már be így a pártok között. Akkor az látszik, hogy nincsen értékrendje, nincsen hivatottsága. Zöld politikusból most éppen egy szocialista pártnak lesz majd a vezető személye. Tehát itt egy nagyon komoly hitelességi... De a kerületét egész szépen próbálja vezetni. Hát próbálja vezetni, ez jó kifejezés. Zuglóban komoly eredmény az elmúlt 4 évben nem volt. Ezt a helyiek is mondják, és pont
pár hónap ezelőtt látott napvilágot egy ilyen kutatás a budapesti kerületek között, amiben az volt, hogy Zugló, tehát a 14. kerület az, ahol a legkevesebb beruházás valósult meg az elmúlt időszakban. Tehát látszik az, de hát hogy... ott blokkolták egymást, a veszekedéstől volt hangos minden a szocialisták, igen, illetve de... Karácsony Gergő helyben. És Karácsony Gergely sokszor hangsúlyozza, hogy egy koalíciós kormány az milyen jó lenne Magyarországnak, hogyha Zuglóban helyi szinten nem képes kezelni a pártok közötti konfliktusokat, akkor hogyan várjuk el tőle, hogy akár miniszterelnökként egy koalíciós egyeztetés során az ott felmerülő konfliktusokat el tudja simítani. Tehát látszik az, hogy Karácsony Gergely nem egy olyan politikus, aki vezető, és tudja koordinálni ezeket a vitákat. Térjünk, legalábbis én szeretném, hogyha egy picit ettől elszakadnánk, hogy Karácsony Gergely vagy kisoda. Arról mi a véleménye, hogy az úgymond legnagyobb ellenzéki párt, sajnos ezt kell mondani, hogy úgymond, egy törpe pártból választ magának miniszterelnök jelöltet, nem belülről, illetve nem kívülről egy civil értelmiségi. Ági, csak nem a szocialistákra gondolsz. Hát, most rájuk gondoltam, igen. Solymár kapcsán beszéltünk, hogy nincsen ember párton belül, akit tudnának indítani. Ugyanazt látjuk most a szocialista pártnál, hogy tényleg ott van a szocialista párt, és most már fel sem merül annak a gondolata Botka Lászlót követően, hogy párton belülről keressenek egy miniszterelnök jelöltet. De akkor miért nem egy független értelmiségit? Igen, miért nem jó Balázs Péter? Miért nem jó Majtényi? Azt látni kell, hogy az MSZP jelen pillanatban történelmi mélypontján van. A Nézőpont Intézetnek a legfrissebb kutatás alapján 5%-on áll a teljes népességen belül, míg a biztos pártválasztók között 9%-on. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban az MSZP nem egy csábító ajánlat, tehát hogyha felkérnek miniszterelnök jelöltnek, hogy legyél az MSZP miniszterelnök jelöltje, az nem egy csábító ajánlat most már. Balázs Péternél is ugyanezt láttuk, nem vállalt el a miniszterelnök jelöltséget, és Karácsony Gergely esetében láthatjuk, hogy neki viszont jobb karrier, mint hogy ő is mondta, hogy egy 1%-os pártnak az élén miniszterelnök jelöltnek lenni, mint most egy MSZP-nek a miniszterelnök jelöltje. Tehát látszik az, hogy sokkal jobban járt most Karácsony Gergely ezzel. Ugyanakkor kérdés, hogy az MSZP jól járt ezzel. Most az, hogy az MSZP tényleg más pártból keres jelöltet, más pártnak... És akkor ki jár mögülük a DK? És a DK most láttuk már a tárgyások során, hogy még Karácsony Gergely neve nélkül is kihátrált a Gyurcsány Ferenc. Nézzük akkor, hol tart a DK a méréseink szerint. Ugye, nézzük akkor, tényleg most az MSZP és a DK fejfej mellett van, tehát 1% pontnyi különbség van a két párt között, és eznek tudható be, hogy Gyurcsány... Akkor a DK elnézést 8%-on. Igen, 8%, hogyha most lenne a választás. És hogyha az, abból következik azt, hogy láttuk, hogy nagyon elhúzottak a tárgyalások az MSZP és a DK között, ez ennek tudható be. Tehát ki most vajon már... a hibás ezért? Hát Gyurcsány Ferencnek sokkal nagyobb a zsarolási potenciál, és amikor először beszéltek arról, hogy hogyan osszák kell az egyes helyeket, ugye 60-40% volt elsőként, utána 55-45%, és most már a hírek szerint 50-50%-ot szeretett volna Gyurcsány Ferenc, Szegeden is szeretett volna jelöltet állítani a közös listán, tehát látszik azt, nagyon komoly alkupozícióba került Gyurcsány Ferenc, és a jelek szerint most egyetlen, hogyha megnézzük a matekot, neki sokkal jobban megéri külön indulni, hiszen lesz egy önálló frakciója, nagy valószínűséggel magabiztosan bejut majd önállóan az országgyűlésbe, és nem kell egy repülőben lévő MSZP-vel alkudoznia. Nézzük az LMP-t és nézzük a Momentumot, na és legutolsó sorban, de nem utoljára a kedvencünket, a Jobbikot. Ha arról beszélünk, hogy ki profitált ugye az MSZP-nek a válságából, akkor a demokratikus koalíció mellett ott van az LMP, aki most július óta megduplázta a szavazóinak a számát. Ez egy nagyon komoly politikai teljesítmény. Tehát a dupla az hány százalék? Most már azt jelenti, hogy ha most lennének a választások, akkor az LMP szintén elérne 8-9%-ot, tehát most már egész erős szavazótáborra rendelkezik. Ez köszönhető a szakértő tanácsadónak? Ez annak köszönhető, hogy az MSZP összeomlott, tehát most a volt szocialista szavazók keresnek olyan pártokat, akikhez el tudnak vándorolni. Ebből a demokratikus koalíció és az LMP tudott elsőként profitálni, és az LMP láttuk, hogy egy nagyon komoly baloldali fordulatot hajtott végre az elmúlt időszakban. Tehát az a program, amit letett az LMP, az nagyban hajaz a szocialista pártnak a programjára. Most, hogyha most ugye tegnap előtt a nyilvánosságra hozta a szocialista párt és az ő programját, hogy összehasonlítjuk a kettőt, akkor nagyon komoly egyezőségek vannak, tehát nagyjából ugyanolyan programot tettek le az asztalra. Emellett ott van ugye Ron Werber az LMP mögött, tudja, hogy mik azok a szólamok, azok a technikák, amelyel a szocialista szavazókat meg lehet szólítani. Másoknak is van lehetősége jobb szakértőt használni. Van lehetőség, ugyanakkor látszik, hogy ebből az LMP tudott most profitálni, és ő talált egy olyan embert,
aki őt húzza és támogatja, és látjuk, hogy az LMP nemzetközi kapcsolatait is jelentősen építi. Az elmúlt időszakban Szél Bernadett számos olyan uniós politikussal találkozott, aki Soros György megbízható szövetségesének számít az Európai Parlamentben, tehát látszik azt, hogy nagyon komoly hálózatot kezd kiépíteni az LMP. De nyugtasson meg, hogy akkor ezek szerint nem a Jobbikhoz mennek a MSZP-s az a szocialista szavazó, aki a Jobbik mellett döntött, ő már elépett 2010-ben. Meg fognak kövezni minket. Na akkor nézzük, hogy hol tart a Momentum. Maradjon egy kis időnk a Jobbikra is, ha már köveket kapunk. A Momentumot most kicsit megtorpant, tehát látszik, hogy nagy lendülettel indultak. Mi mérésünkben volt olyan, meg más cégek mérésében, és amikor már az 5%-ot elérték, most jelen pillanatban visszaestek 4%-ra. Ez azt mutatja, hogy a Momentum most nem tudott egy olyan olyan politikai teljesítményt letenni az asztalra, amivel a parlamenti bejutási küszöböt meg tudnák ugrani. Most ugye elkezdték ezt a civil szervezetek melletti aláírásgyűjtést, és akkor látszik az a kutatásokból, hogy a társadalomnak a túlnyomó többsége egyetért azzal, hogy a civil szervezeteknek átláthatóan kell működni, és a külföldi támogatást azt fel kell tüntetni. Ennek köszönhető az, hogy most már több hete tart az aláírásgyűjtés, mégiscsak 20 ezernél tart az aláíróknak a száma. Akkor utolsó, hisz mindjárt vége műsoridőnknek, a híradó előtt, mi történik a Jobbik házatáján? Jobbik pedig átvette a stafétabotot Juhász Péteréktől, és a Jobbik lett az új botránypár, tehát napról napra újabb botrány robban ki a Jobbik körül. Belső botrányok ugye Morvai Krisztina okán robbantak ki a múlt héten. Ugye Morvai Krisztina a pártnak az egyik alapítójának számító politikus, tehát 2006-ban ő tett le olyan tevékenységet az asztalra, amelynek köszönhetően a Jobbik az ismert lett, amelynek köszönhetően ezt követően 2010-ben be is jutottak az országgyűlésbe. Ugyanakkor most látszik, hogy már Morvai Krisztina is szakít a Jobbikkal, és ez még párton belül is nagyon komoly vitákat eredményezett. Torockai László, Dúró Dóra nyíltan szembe ment. Meddig maradt Torockai? A Vona Gábor a képviselet irányvonal szemben, és Torockainak ott nagyon komoly szerepe van, hiszen ő elnökségi tag, és az ő szavára adnak a Jobbikon belül, tehát hogyha Vona Gábor vele is elkezdene leszámolni, az a pártnak a végleges szakadását jelenteni. És egyszerre ketté is szakadnának, nem csak ketté, hanem plusz kettővé, ezért mondom Jobbik 1, Jobbik 2, Jobbik 3. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Deák Dánielt, a Nézőpont Intézet elemzőjét hallották. És most következik a mindentől független híradónk. Tartsanak továbbra is velünk, és a híradó után jön Takács Lajos az LMP-től, Saláta Gergely külpolitikai szakértő, vele az észak-koreai eseményekről fogunk beszélni, és utána Kis Benedek József, vele a Közel-Keletet fogjuk megbeszélni, Salát Gergely az Észak-Koreát, és arról is fogunk beszélni, hogy mi történik éppen Brüsszelben, ahol már az Európai Unió külügyminisztere és az izraeli miniszterelnök éppen együtt reggeliznek. Tartsanak velünk, jön a híradó!